Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön a Titánia bemutató. Tudom, egy kicsit későn, de ami késik, nem múlik, és fent fog maradni az utókor ez számára is. Úgyhogy gyorsan vágjunk is a témába. Ez a videó konkrétan most egy kis átfoglaló lesz a Titániáról, ki ő, mi ő, honnan jön, képességét elmagyarázunk, felhívom egy-két dologra a figyelmet. De ugye mostanában szoktam feltölteni olyan videókat, hogy hogyan játszunk. Sorozat is lesz egy olyan is, hogy hogyan játszunk Titániával, abban ott konkrétabban belemegyünk egy kicsit tippek, észrevételek, érdemes-e formázni, nem érdemes formázni, hogyan lehet olyan buildet kihozni, olyan fegyvert mellé, és a többi, tudjátok, hogy komplexebb képet kapjunk róla és a kicsikéről, és hogy eldöntsük, hogy nekünk tetszik-e vagy sem. Úgyhogy azért a videóra maradj a csatornára, iratkozz fel, tudjátok az ilyen szokások, dolgok, úgyhogy mindenképp arról is fogok beszélni, mert észrevettem egy-két érdekességet, mindenképp, de hogy ne legyen túl hosszú ez a videó, hogy még azt is belefoglalom, így inkább vágjuk kettő, úgyhogy lesz, hogyan játszunk Titániával, de most beszélgessünk Titániáról, hogyan veheted föl a küldetését Titániának. Elmész bármelyik relay-ben, tegyük fel például Merkúron, elmész a Larunda relay-be, vagy Saturnus, vagy Pluto, bármelyikben, amelyikben el tudsz menni, elmész a relay-be, oda mész a New Lokának a központjához, a víz fölött lebegő nőcihez oda mész, és szépen fölveszed tőle a küldetést, nyomsz egy X-ot, megcsinálod a bárbeszédet, boldog vagy, happy vagy, és a küldetés elindul. És utána elkezded kaparni a fejedet, mert talán az egyik legunalmasabb küldetés következik a Warframe-en belül, virágszkennelés. Attól függetlenül hozzá fogom tenni, hogy a sztori maga és a háttértörténete a Titániának és a párbeszédek a történetben nagyon jók voltak, és azt egy percen belül mindjárt lefordítom. Rátérve a virágszkennelésekre nagyon macera a dolog, illetve nem nehéz, csak egy kicsit unalmas. Tehát virágokat kell szkennelni, érdemes a szintézis szkennerre csinálni ezeket, ugye Cephalon Simarisnál tudtok felvenni szintézis szkennereket, vásárolni, kreditér, úgyhogy no para, hogyha kifogytál, mert egy pár virágot le kell szkennelni, hogy milyen virágokat és hol lelhetőek fel ezek a virágok, itt ennek a videónak a leírásában megtalálod, továbbá nappali és éjszakai virágok is kellenek, na most ennek a váltakozását szintén a leírásban megtalálod, egy link, ami követi a Warframe-ben a nappal és az éjszaka változását, ami amúgy 4 óránként történik, nos. Úgyhogy ne kérdezzétek meg, hogy milyen virágokat kell szkennelni, ott van a leírásban, azokat kell szkennelni, nem mellesleg írja a Foundry-ban is, nos. Ugye elkezdett szkennelni a virágokat, és szépen lassan gyűjtöd össze a Titániának a darabjait, és közben kiderült Titániának a története, ami nagyon pofás dolog, azt kell mondjam. A története mindig arról szól, hogy a tudós, aki dolgozott azon, hogy miután a tenókat megtalálták, dolgozott azon, hogy létrehozza ezt a szarkofágot, amivel a tenóknak az erejét kicsit kordában tudják tartani, tovább egy másik testbe átültetni ugye a tudatukat, hogy ne legyenek veszélyesek. Nagyon büszke volt erre a munkájára, és ugye, ahogy kitört a szentjettekkel való háború, ugye elkezdek Warframe-eket csinálni, és a Titánia lett volna az utolsó munkája ennek a tudósnak, de már hány ingere volt attól, hogy a tenókat erre használják, hogy Warframe-eket irányítsanak, és teljesen ki volt ettől borulva, és úgy volt vele, hogy Titániával csinálja meg az utolsó munkáját, de viszont Titániában csinált egy módosítást, ami arra készítette ugye Titániát, hogy őt védje meg. És ez a tudós visszament a földre, és ott próbált egy új életet, egy új felvirágzást csinálni a földön, hogy egy új életet lehelni abba a bolygó, és azért van az, hogy beszél a fa gyakorlatilag, vagy, az a, vagy a gyökerek, vagy ez a maga a bolygó egy kicsit így mondva beszél a Titániában, mert maga ez a tudós lett a gyakorlatilag a megmentője a Földnek azon régiójának, és Titánia volt az őrző tulajdonképpen, tehát így is lehet mondani, és úgyhogy megalkotta Titániát, és ő neki a darabjait fogjuk és nyomozzuk mi ki. Úgyhogy egy nagyon pofás kis történet van, egy kicsit unalmas, ugye, hogy folyton szkennelgetni kell. Maga ugye mindig, amikor egy újabb ilyen
színössze állítást viszünk oda, és berakunk ebbe a kompozícióba, mondjuk így, akkor ugye megjelenik egy Sentinel, gyakorlatilag ugye először egy Loki, utána Oberon, utána Szarin talán, vigyázni kell velük, a Szarin elég ütős tud lenni, tehát ha nem vigyázol, simán lemérgez a francba, az Oberon meg simán fölemel a francba, szóval nagyon egész pofás harcot tudnak úgy beállítani, nem nehéz, de úgy jó, jó az egész. Na. Rátérve Titánia képességeire, tehát így gyorsan végigmegyek rajtuk. Az első képességének a neve, ugye Spellbind, semmi nagyon extra, maximum 16 másodpercig tart, 50 méteren, amit csinál, az rájuk szór ilyen, ugye, csillámpóni port, amit az ellenfelek felszívnak az órukon, és úttől úgy érzed, mintha lebegnének. Tehát úgy érzik, mintha lebegnének, ami konkrétan meg is történik Titánia esetében. Ugye 50 méterről lőheted rá az ellenfelekre ezt a csillámport, hogy ők boldogan lebegjenek. Továbbá eltört 16 másodpercig, range modok hatása vannak rá, úgy mondanám, hogy egy egész hasznos képesség, felakasztod őket, közéjük lősz, és tök jó, tehát ugye az egyes képességre, range-re kihúzva lehet számítani, akinek szimpatikus ez a képesség. Na most a kettes képesség a tribute névre hallgat, gyakorlatilag speciális képességeket, buffokat fog adni a Titániának, gyakorlatilag négy fajta van ebből. Na most ez a képesség nagyszerű lenne, de úgy, ahogy van, úgy gondolom, hogy teljesen elkúrták, vagyis hát bele te raktak bizonyos dolgokat, amitől ez egész elkurva lenne. De most fordítsuk le úgy gyorsan az egészet, négy ilyen buffot tudsz felvenni a Titániával. Az egyik a Dust, a másik a Thorns, Entangle, Full Moon. Na most, a Dust ugye azt csinálja, hogy így ugye rálövöd valamire, az ellenfél rálövöd a kettes képességet, és a lelkének egy darabja ott marad, amit te fölveszel, és azzal kapod meg a buffot. Na most semmi baj nem nincs vele gyakorlatilag. A Dust az azt csinálja, hogy az ellenfelek nehezebben találnak el. A Thorns az azt csinálja, hogy 5%-ot a damage-nek visszaver az ellenfelekre. Nem megyek bele nagyon durva adatokba, csak hogy nagyon úgy nagyjából tudjátok. Az Entangle az azt csinálja, hogy lelassítja az ellenfeleket 10 körülötted, a Full Moon pedig azt csinálja, hogy a Sentineled és a kompanyolodnak a tökménye, a macska, kutya, carrier, anyám, kínja, ezeknek egy kicsit megnöveli a damage-ét, és mind ezeknek, amik tök jó képességek lennének, amúgy úgy általánosban, így tök jó, kellemes buffok lennének, azzal elkúrják, hogy mindezt berakják idő, illetve távolság korlátokba. Tehát például a Dust csak 30 méteren hat, a Thorns az 40 méteren hat, az Entangle az 120 másodpercig hat, és csak 10 méteren hat, és ugye az, hogy a Sentinel-jeidnek erősebb lenne a damage-e, ez is ugye 30 méteren hat. 90 másodpercig, és ezzel, hogy ezt belevitték a Titániának a másik képességébe, egy katasztrofálisan szar dolgot csináltak, azzal, hogy folyamatosan ügyelned kell arra, hogy felvedd ezeket a képességeket, azzal, hogy lősz, benne vagy az akció, magas az ellenfelek szintje, egyiknek kiszívod a lelkét, oda kell menjél, föl kell vegyed, addig eltalálnak macera, és sok gondot okoz a játékban, úgyhogy az egyik legjobb képességét azzal sikerült elkúrni, úgy gondolom, hogy emek korlátokat belerakták, hogy időkorlát és távolságkorlát, természetesen strength, range és duration modokkal, tehát ugye intensify, stretch és continuity modokkal vannak rá hatás, hogy ezekkel növelheted ezeket a dolgokat, de úgy gondolom, hogy nem ebben lesz emiatt a dolog miatt nem ebben lesz Titánnak az erőssége. A harmadik képesség a Lantern névre hallgat. Na most én ezzel egy kicsit össze vagyok
így akaszkodva bajszommal, szintén egy nagyon jó képesség lenne, és megint valami olyat sikerült beletenni, amit elkúrtak. Erre a képességre strength és range modok hatnak, továbbá a duration is. Szóval minden arra utal, hogy húzzá erőt, húzzá időt, húzzá range-et a titániánál, viszont megint csak a képesség arról szól, ugye, hogy az egyik ellenfelet a titániai kijelöli egy ilyen csalinak, és gyakorlatilag az ellenfelek figyelme arra az egy csalira összpontosul, és ezáltal elvonva felőled a tüzet és a figyelmet. Fantasztikus képesség, ugye? Tehát tök jó lenne, továbbá, hogyha lejár az idő, ez a csali fel fog robbanni, és az adott métereken belül megsemmisít. Legalábbis 2500 damage-et maxon fog tudni kiosztani. Ugye Power Strength-szel ez igen-igen megnövekszik, szóval egy nagy damage-et tud kiosztani. A probléma, nehogy már valami fasza legyen, tehát a probléma vele, hogy hiába rakod rá az ellenfél, hogy az ellenfél elkezd lebegni, bazd meg, elkezd lebegni, oda, tehát össze-vissza lebeg az ellenfél, ahogy lövik, ahogy megtérik, hogy nekiütközik valaminek, és adott esetben így elszáll a francba, és ugye lejár az idő, robbanna egyet, de már nincs kire, tehát így elszállnak az ellenfelek a fenébe, tehát egyszerűen maga az, hogy 8 méteres csak a robbanási rádiusz, a 8 méter ember, hát ezek hülyék, tehát 8 méteres robbanási rádiusszal a szar se robban föl, főleg nem azok az ellenfelek, akik távolról lőnek. Egy 20 méteres bevonzási köre van, tehát nem is akár kirehat, hanem csak azokra, akik 20 méteren belül vannak, ez még úgy fairly okay. Tehát így azt mondjuk, hogy okay, rendben van, talán, jó, megteszi, mert range modokkal ebből csinálsz 45-öt. Hogyha overextended stretch-et összetolod. Szóval így úgy talán oké, és akkor az ember elkezdek oda figyelni az ellenfelek, és így a hármas képesség valami fantasztikum lenne. De 8 méteres robbanási rádiusszal, tehát komolyan ezek hülyék, bazd meg. Tehát így legalább akkor robbanjon már egy 20-25 méteren, és úgy megéri használni, mert wow, érted? Akkor tök jó képes, és ne lebegjen már el az Isten háta mögé, hogy esetleg ha robban, akkor véletlenül se öljön meg senki, tehát na. Ennyit a harmadik képességről. Tök hasznos lenne, persze sikerült rettentő módon elkúrni. Na, hát reméljük valamikor buffolnak a kicsikén, mert über epic warframe lenne, a kettes és a hármas képességére támaszkodnak, kurva jó meneteket lehet felcsinálni, de ez kifejezetten mondom, nem jelenti azt, hogy ez gyenge warframe. Az ultia, ami jelen esetben úgy gondolom, hogy az egyik leghasznosabb dolog, rengeteg bónusszal bír, és most elnézést kérek, de nem ebben a videóban fogom elmagyarázni azt, hogy hogyan működik a bónuszrendszere a fegyvereidre nézve, és hogyan részletekbe menően hogyan kellene felépíteni esetleg, hogy az ultiára való fegyvert, és a többi, és a többi. Arra lesz majd egy ilyen külön videó, hogy hogyan játszunk ugye Titániában. Na most az ultiára Power Strength modok vannak, haszna, tehát Intensify kategóriájú modok, amik az erőt növelik. Tök jó. Mit csinál? Ultiba megy, puff, kicsi lesz, eleve nehezebb eltalálni. Ugye, és mozgékony is maradsz, mert nem az a warframe, amivel meg kell állni. Mozgékony is maradsz, úgyhogy röpködsz össze-vissza. Kapsz két stukkert, amikor ultiban vagy, olyan lesz kicsit, mint az Archwing mód. Szerintem azért is készült ez a warframe, hogy az Archwinget népszerűsítsék, komolyan. És kapsz két stukkert. Az a két stukker kurva jó damage-et tud dílelni, hogy kurva jó, nagyon jó damage-et tud dílelni, nagyon-nagyon magas szintekig el lehet menni ezzel a damage-el, azt kell mondjam, és a hasonlóan működik a pisztolyoknak az elve, mint mesának az ultia, tehát ugyanúgy, mint mesának az ultia, az elv úgy működik, csak nem kis pisztolyokra kell modolni, mint ahogy a mesánál, hanem elsődleges fegyverekre kell modolni. Shotgun, rifle modok egyaránt érvényesek rá. Nos, és annak alapján kell benne, tehát hasonlóan működik, mint a Valkyrnek a hisztériája, vagy mint Excaliburnak az Exalted Blade-je, ugye. És emellé, hogy kapsz két kis pisztoly, kapsz egy kardot is, és a kard, Istenem, tehát szeretünk kardozni ugye a Warframe-ben, és ez is úgy működik, tehát a kard is úgy működik, mint a Hysteria, vagy az Exalted Blade, ugye az Excaliburnál, ugyanúgy hasonlóan kell modolni. Na most a kardra egy kicsit külön kitérek adatok terén, hogy elmagyarázzam, hogy mitől fasság ez a kard, amit csináltak vele. 150%-os critical damage multiplier van, tehát az azt jelenti, hogy
mindenképpen, ami kard, tehát ütsz egy kritikusat, tehát, és az a lényeg, hogy ez 150%-osan felszaroz a szalad. Elméletileg egy hatalmas szám jön ki időnként, amikor kritikusat ütsz, akkor egy nagy kritikust fogsz ütni, mert 150%-os szorzót kapsz rá. Na most, és itt jön a nagy fasság, amit én nem is értem, hogy hogy ába gondoltak végig, ott mit szívnak néha a Warframe-esek, de komolyan, 5%-os critical chance, és 5%-os kritikus esélyt adtak arra, hogy te üss egy kritikusat, tehát 5% eséllyel fogsz ütni kritikusat, amit felszorzol 150%-os eséllyel, ami kurva jó, de hogy 5%-os kritikus esély van arra, hogy kritikust üssél, tehát 500%-os esély van arra, hogy kritikust üssél most, komolyan. Tehát legalább el kell üssél egy 20-30 ütést a karda, hogy egy kritikust be tudjál vinni, ami végre felszorzódik, hogy egy nagyot üssél. Tehát értitek a logikát? Esetleg, ha fordítva lett volna, azt mondom, hogy oké. Okay. Tehát az úgy fasza. De így, ez egy kalapszar lett. Ezt még így megspékelték egy 10%-os státusz eséllyel, ami mondjuk az a kategória, amivel talán érdemes foglalkozni. Tehát ha van elég státuszmodod, akkor státuszt egy kicsit legalább státuszt rá tudsz bildelni. Tehát így a katasztrófának a katasztrófája lett a kard, azt kell, hogy mondjam, ezért nem érdemes nagyon másra használni, ha csak nem lifestrike-ot beleraksz, hogyha kevés az életed, odamész, azt feltöltöd az életedet, mert az, hogy Franco damage-et tudjál dílelni ezzel a karddal, ez egyszerűen lehetetlen. És a másik tök baromság, puncture damage-re alapozták a kardot, tehát puncture damage a Warframe-en belül az annyira fontos, hogy egyszerűen őrület, tehát puncture damage, tehát legalább a fegyverei, a kispisztolyok azok legalább slash damage-ben utaznak, szóval az egyik legjobb damage fajta, hogy a Warframe-en belül, de a kard az, arra úgy gondolom, tehát, hogy így teljesen fölösleges. Na, rátérve a modolására, a következőt fogjátok látni nálam. Modolása tekintettel mindenki úgy modol, ahogy neki tetszik, és az a legjobb. Amit én személy szerint választottam, az kétfajta modolás. Egyik, ami az ultira van kielezve, és egy pedig, ami az 1-es, 2-es, 3-as képességre van kielezve. Kinek melyik a kedvence, ki melyiket szereti játszani, én valószínűleg ultira kiélezettet jobban szeretem, arra ezt az összeállítást választottam, kettő formával, forma nélkül is ki lehet hozni, tökéletesen forma nélkül is ki lehet hozni egy ulti buildet, amivel bírja teljes mértékben. Szóval egy ilyet hoztam létre, megtartva a power duration-nal egy minimális időt, hogyha olyan helyzet volna, hogy segíteni kell valamelyik társnak, vagy valami, akkor még az 1-es képességet, illetve a 3-as képességet nyugodtan be tudom kapcsolni, és akkor egy adott pillanatban odavonz az ellenfeleket a 3-as képességnek köszönhetően. És mi olyan rövid időről beszélünk, tehát a rövid időig hat például a 3-as képesség, akkor az azt jelenti, hogy annyira nem is fognak elszállni az ellenfelek, és azt ugye 190%-os erővel megdobva fogja és robban föl, nem, mint hogyha sokat számít, és az 1-es képesség legalább azdig a rövid ideig fogja és széthúzza az ellenfeleket mondjuk a társakról. Tehát ez lenne az egyik build. A másik pedig a 2-es, 3-as 1-es, 2-es, 3-as képességre kihúzott build ez lenne. Kicsit több idő, igazából nem, mint hogyha nagyon szükséges lenne neki az, hogy több időt adj, mint ami áll rendelkezésére alapból ezekre a képességekre, és viszont amiről úgy gondolom, hogy nagyon lényeges dolog, az a Power Range című történet, és az, hogy minél nagyobb területen hasson az az 1-es és hasson az a 3-as képesség főleg. Úgyhogy ez lenne a két modolás. Úgyhogy a következő videóig, vagy legalábbis addig a Hogyan játszunk Titániával című videóig köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!